Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem egy mérnök informatikus, egy geoinformatikai szakmérnök, egy középkoros régész és egy igazgató, aki egy személyben Pokrovenszky Krisztián, a Szent István Király Múzeum igazgatója. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Szervusz, köszöntöm én is a nézőket. Tehát ebből a rövid felsorolásból is kiderül, hogy egy fantasztikus életpálya a tiéd. És én azt gondolom, hogy 2019. decemberét írtunk, amikor hivatalossá vált az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, hogy megbízott igazgatóból igazgatóvá avanzsáltál. És hát üdvözölhetjük ezt a lépést, hiszen olyan fantasztikus emberek nyomába léphetsz, mint Fitz Jenő, Fülöp Gyula, és hadd ne soroljam. És azt gondolom, hogy a Szent István Király Múzeum pedig megérdemli azt a fiatalos lendületet, persze természetesen ötvözve a szakmai tudással, ami évtizedek óta jellemző rá. Ahhoz azonban, hogy megismerjük, hiszen a felsorásból kiderült, hogy meglehetősen érdekes az életpályát, tudnunk kell, hogy miként választottál hivatást. Kezdjük talán az elején, hiszen Dunaújvárosban jártál, de Borsodban születtél. Hogy indul egy kisrác útnak, hogyan választ magának utat? Így van, tehát én Borsod megyében egy kis településen, Putnokon nőttem fel, tehát gyerekkoromat ott töltöttem, és egészen 18 éves koromig ott éltem szüleimmel. Középiskolámat azt már Ózdon kezdtem meg, ott már egy informatika szakmacsoportba kerültem, tehát az informatika az mindig is közel állt hozzám. Azt tudni kell, hogy az én koromban, tehát mikor gyermek voltam, akkor olyan hetedikes voltam általános iskolában, amikor az első számítógépemet megkaptam, tehát akkor még azért nem volt jellemző, hogy mobiltelefon, mindenkinek számítógép, tablet és a többi. És már akkor felkeltette ez a dolog az érdeklődésemet, és akkor már utána tudatosan is kerestem a középiskolát, hogy én bizony számítógépekkel szeretnék foglalkozni. Igen, ez nagyon fontos pillanat egy fiatal életében, hiszen ha belegondolunk, ugye, hogy miként jött Dunaújváros szóba, ezt nyilván el kell, hogy mondd, hiszen a Sztálinvárosból Dunaújvárossá avanzsált iparváros volt az egyik bölcsője Magyarországon, ahol olyan jellegű képzések indultak elsősorban, amelyek iparvárossá tették annak idején Dunaújvárost. Tehát tudatos választás volt Dunaújváros is? Igazából az egyetemet, vagy akkor még főiskolaként funkcionált, tehát magát az oktatási intézményt néztem, ugyanis na, akkor is egy tudatosan szerettem utána nézni a dolgoknak, és nem volt annyi elég, hogy én akkor informatikát akarok tanulni, mert ezt az ország bármely pontján lehetett. Tehát én a tantárgyakat is egyesével végignéztem, hogy hol mit ad az egyetem, és akkor igazából hárman voltunk az akkori középiskolámból, akik Dunaújvárost választották, és felvételt is nyertünk szerencsére. És akkor így kerültem Dunaújvárosba, tehát maga az oktatási intézmény, ami célként tűztem ki. Tehát a következő lépcső pedig a fehérvári és a geó. Így az van, az már a régészetnek köszönhető. Tehát azt már adta magát? Igen, tehát gyakorlatilag úgy jutottam el odáig, hogy tehát én akkor informatikus leszek, mérnök leszek, utolsó évemet töltöttem a Dunaújvárosi Főiskolán, és megmondom őszintén, már nem akartam hazamenni nyáron, hogy én bizony itt maradok Dunaújvárosba, és munkát keresek nyárra. És így jött a dolog, hogy láttam egy újsághirdetésben, hogy ásatásra keresnek fiatal munkaerőt. Ez 2008-ban volt, és akkor én elhatároztam, hogy hát megpróbálom, elmegyek, mert a történelem is egyébként mindig közel állt hozzám, tehát miért ne próbálnám ki, és Baracson zajlott akkor az M6-os autópályának az építése. És akkor ugye a Szent István Király Múzeum, akkor még Fejér megyei múzeumok igazgatósága néven futott, és akkor ugye az egész megyében, tehát a Dunaújvárosi Interciza Múzeum is hozzátartozott, és akkor oda kerültem, fel is vettek, és akkor én elkezdtem az ásatáson dolgozni. És gyakorlatilag ott az egyik régész, a Prander Péter, ő már nem dolgozik a múzeumnál, javasolta még nekem, hogy miért nem tanulok geodéziát, mert hogy abból
nemes egyszerűséggel sokkal jobban meg lehet élni, mint a régészet, és a többi, és a többi. Egyébként ez nem teljesen igaz, de legalábbis a geodéták ezzel vitatkoznának szerintem. És akkor, mivel én ugye informatikát már tanultam, de hát a geodézia az mégsem informatika, legalábbis nem abban a szoros értelemben, és akkor hogy lehet ezt a kettőt összekötni? Hát akkor itt jött kapóra a térinformatika. Mert ez egy kicsit geodézia is, egy kicsit informatika is, és egy kicsit régészet is, tehát régészeti térinformatika. Fantasztikus ez a történet, annál is inkább, mert gyaníthatóan beleszerelmesedtél valamelyest a régészetbe, illetve ebbe a kettősségbe, az informatika és a régészet találkozásába, hiszen innét jött az ELTE. Az már egy abszolút tudatos döntés volt, illetve hát, ahogy itt végigmentünk rajta, ez a tudatosság az visszaköszön mindenütt. Így van, tehát én mindenképpen szerettem volna vagy történész, vagy régész diplomát is szerezni. Egyébként még első körbe, mire az ELTE-ig eljutottam, ott még volt egy kis kitérő, történésznek jelentkeztem Szegedre, de akkor időközben úgy voltam vele, hogy hát ha már régészeti feltárásokon dolgozok, és közben a múzeum ajánlott nekem szerződést, tehát régész technikusként alkalmaztak, tehát ez még hozzátartozik a történethez. Mert utána, tehát egy választás elé kerültem, amikor ez a Baracsi ásatás véget ért, hogy elmegyek és elhelyezkedek a szakmámba, tehát informatikusként, vagy maradok a múzeumnál. És a múzeum felajánlott nekem egy lehetőséget, és akkor úgy voltam vele, hogy még fiatal vagyok, meg még szeretnék kipróbálni sok mindent, tanulni is szeretnék, ezért elfogadtam, hogy akkor egyelőre maradok a múzeumnál, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Közben elkezdtem a történelem szakot, ezzel párhuzamosan egyébként itt Fehérváron egy UniGIS képzés, tehát ez volt a térinformatika, ami az informatikai diplomámra épülve adott egy másik szakirányt, tehát jelesül ugye a térinformatikát. De az élet aztán úgy hozta, hogy én rájöttem, hogy én nem akarok történész lenni, és mivel ugye az ásatásokba beleszerettem, tehát gyakorlatilag minden napomat ásatáson töltöttem, elhatároztam, hogy én akkor a régészetet bizony megcsinálom, lesz, ami lesz, és akkor egy kis kerülővel kerültem végül, ugye az ELTE-n fejeztem már be a mesterszakot. Ki volt az, aki biztatott, aki segített? Volt-e olyan példaképed, akire szerettél volna, akire felnéztél, akire szerettél volna hasonlítani? És egyáltalán mit szólt a környezeted ehhez a váltáshoz? Hát igazából a baráti társaságom, meg úgy maga a környezetem is megosztó volt, mert ugye voltak az informatikus ismerőseim, meg voltak a régész vagy muzeológus ismerőseim, tehát itt nagyon átjárás nem volt a kettő között, tehát akikkel dolgoztam korábban, én ugye, mivel még Fejér megyei múzeumok igazgatósága volt, az előbb már említettem a Prander Pétert, tehát aki az ötletet adta, és akkor én ugye a Dunaújvárosi Interciza Múzeumhoz kerültem, ami még akkor a Fehérvári Múzeumnak volt egy tagintézménye, tehát az igazgatóságok alatt, és ott gyakorlatilag a Buza Andrea és a Keszi Tamás vett a keze ügyébe, gyakorlatilag ők egyengedték akkori pályámat, tanítgattak, és hát természetesen a régészetbe. És akkor még a Keszi Tamás javasolt nekem egy geodétát, aki a múzeumnak sokszor dolgozott, jelesült Tóth Zoltánt, itt a Geomontan Kft.-nek a térinformatikus vezetője, és akkor gyakorlatilag ő adott nekem egy kis inspirációt, hogy milyen csodálatos szakma is ez a térinformatika. Ő pedig pont úgy volt, hogy neki a hobbija meg a régészet, tehát ő imádott társatársakra járni, és akkor hát én meg így megvalósítottam a kettőt igazából, összekötöttem, hogy régész is lettem, térinformatikus is vagyok, és így elmondhatom magamról, hogy olyan szerencsés vagyok, hogy a munkám egyben a hobbim is. Így van, tehát a személyedben kézen fogva jár az elkötelezett szakmai vezető, aki egy másik utat választott, de a kettőt ötvözte. De miként választottál szakirányt, mármint a régészeten belül? Tehát mert különböző korok mind más-más irányultságot ígér. Így van. Nekem sokszor mondták, hogy ha térinformatikus vagyok, akkor épületekkel foglalkozzak, és akkor menjek Rómásnak. Vagy a másik választás ugye a középkor. Most én ezt nagyon jól megoldottam, hogy gyakorlatilag én az Árpád-kort választottam, ahol azért még annyira nem
tudok jellemzően kőépületeket vizsgálni, legalábbis itt a megyében azért nincs olyan sok lehetőség, vannak természetesen, meg hát a Fehérvárat is nézzük, de én elsősorban a falusias településekre szakosodtam, és a lelőhely diagnosztikára. Tehát engem mindig is hajtott az a kíváncsiság, tehát ez gyakorlatilag a lelőhely felderítést jelenti, a vagy eddig még ismeretlen lelőhelyeket, vagy a már ismert lelőhelyek tüzetesebb megismerése, térinformatikai módszerekkel, tehát itt már a légirégészet, a geofizika minden bejön a képbe, tehát nem csak a hagyományos régészeti módszerek, mint például a terepbejárás, hanem itt már a térinformatikát is bevonva, és ugye a mesterképzéses szakdolgozatomat is egy Fejér megyei területről, ott Seregélyes és Belső Báránt között a Diny és Kajtori csatorna részén észrevettem, hogy ott bizony nincsenek ismert lelőhelyek, de hát igaz, hogy már mesterséges a nyomvonala a csatornának, de hát ott mindig is volt vízfolyás, tehát ott a Velencei tóból mindig ott folyt le az a víz, és feltűnt, hogy nincsenek ismert lelőhelyek a környéken, tehát mondom, ilyen nincs, tehát ott mindig is alkalmas volt emberi megtelepedésre, aki arra jár, egyébként gyönyörű kiránduló hely, Földvárat is ismerünk ott, dimbes, dombos, lankás, vizenyős természetvédelmi területről beszélünk, gyönyörű növényzettel, tehát kiránduló helynek sem utolsó, és akkor én hétvégente oda kijártam, volt, hogy segített baráti társaság, vagy úgynevezett múzeumbarát fémkeresősök jöttek velem, hol a feleségem, tehát így jártuk a területet, gyűjtögettük a leletanyagot, a már említett Tóth Zoltán is segített, vele talajra darosztunk egyrészt, tehát ott egy régi templomot kerestünk például, és akkor így szépen felépült, és akkor én ezt térinformatikai rendszerbe foglaltam az egészet, tehát az adatokat már rögtön egy térinformatikai rendszerbe töltöttem be. Tehát abban a pillanatban tudtad, hogy ezt a területet az Isten is arra teremtette, hogy ember lakja. Így van, és ez be is bizonyosodott. Be is bizonyosodott. No, hát a két áldott emlékű Gyula barátom, Siklósi Gyula és Fülöp Gyula is azt mondta, hogy a térinformatika, illetve tehát a számítógépes rendszerek megjelenése annyit fog segíteni, mint adott esetben az első űrhajó a Holdon, és ez valóban be is bizonyosodott, de ennek milyen példái vannak, hiszen a 3D-s alkalmazások, a lelőhelydiagnosztika, amelynek ugye szakértője vagy, mind-mind újat és újat adott. Hogyan lehet ezt meghonosítani, hiszen rendben van, hogy egy-egy, amit az imént is elmondtál, megerősítést jelent, viszont azért a régi iskolán felnőtt kollégákat erről meggyőzni, és megtanítani erre a használatára és a hasznosságára azért az egy külön feladat. Nem feltétlen, tehát hogyha nyitott az adott régész, csak hogy már az előbb említett két Gyula, tehát gyakorlatilag én velük ugye elég sokat dolgoztam, tehát a Siklósi Gyula bácsihoz is rengeteget jártam, segítettem neki, ha megkért, és hát ő közben ugye tanítgatott is engem nyilván, főleg hát Fehérvár középkorával kapcsolatban. Tehát Gyula például nagyon nyitott volt ezekre a dolgokra, de említhetném a Hatházi Gábort is, aki egyébként, ha már példaképet kéne keresni, akkor nyilván a Siklósi Gyulát és a Hatházi Gábort említhetném, tehát régészként, akikre mindenképp felnézek a mai napig. Tehát ő például a Csókakő várát, mikor ástuk a Gáborral, akkor ők még nem, tehát tudta, hogy van ez a technológia, még nem dolgozott vele ilyen közelről, és akkor én tettem ott egy javaslatot, hogy mi lenne, ha nem kezdenénk el mindent lerajzolni, tehát egy 10 méteres szintkülönbség volt ott a váron, le kellett holdani egy fél domboldát, tehát még szerintem körülbelül most is ott rajzolnánk, hogyha ott mindent kézzel kezdtünk volna el készíteni, és akkor javasoltam neki, hogy a fotóalapú 3D adatrögzítést használjuk. Egyébként akkor még én is kísérletezgettem vele, tehát nem, Magyarországon olyan 2010 után elérhető egyáltalán ez a technológia, 11-12-ben még abszolút nem is volt ismert, akkor is a kísérleti fázisban néhány múzeumnál szerencsés esetben, hogyha volt egy térinformatikus vagy geodéta, akkor kezdte megismerni egyáltalán ezt a technológiát.
és akkor ők teljesen nyitott hozzáállással szabad kezet adott ebbe, és hát látta, hogy ez működik és bejön, és akkor utána következő évben nem is volt kérdés számára, hogy ezt bizony így fogjuk dokumentálni, de ott a Siklósi Gyula, aki a talajradarozástól kezdve a légi fényképezésen át mindent előszeretettel használt, és kérte is, hogy segítsünk neki ebben, hogyha tudunk, tehát abszolút nyitottan álltak hozzá, de hogy ellenpéldát említsek, most név nélkül volt olyan fiatal kollégám, még nálam is fiatalabb, aki viszont kötötte a elvet a karóhoz, hogy ő bizony nem fogja ezt a technológiát használni, ő mindent lerajzol kézzel és minden, és hát úgy hozta az élet, ez egy nagy beruházás volt, hogy hatalmas árokrendszer jött elő, egy árpátkori településnek a része. Hát bizony, ugye a beruházás 30 napot enged meg, nem készültek volna el a feltárással, és akkor ő is megkért, hogy hát akkor gyorsan repüljük le a területet, és akkor készítsük el a háromdimenziós térképet, és az alapján készülnek majd a rajzok, tehát hogy az élet úgy hozta, hogy aki nem hitte ebbe a technológiában, neki is ez segített tulajdonképpen, hogy be tudja határidőre fejezni. Tehát a szakma ideje korán elfogadta, hogy ez a jövő útja, egyértelmű. Gyakorlatilag igen, viszont itt vigyázni kell, mert vannak olyan részek, tehát nem szabad csak erre hagyatkozni. Nyilván tehát vannak olyan részletek, amit ott a helyszínen, a területen az adott régész vagy a technikus tud értelmezni. Tehát ha például metszetfalat rajzolok, ott nagyon vigyázni kell, én például nem is javaslom, hogy metszetfalat csak fotó technológiával utólag rajzoljunk le, mert ott a legapróbb elszíneződés is számít, és amit nem tudunk már fotóról megtenni, nyilván tudjuk retusálni a képeket, de ez nem olyan, mintha a terepen például valami, tehát kiszárad a fal, akkor kaparóval még ott ugye meg tudjuk kapargatni, letisztogatni, ezt utólag már nem tudjuk megtenni. Viszont árokrendszernél, olyan objektumoknál, ami föntről csodálatosan kirajzolódik, látszik, tökéletesen használható, és gyakorlatilag egy 20 perc alatt egy komplett településmagot tudok vele rögzíteni. Aztán maga a feldolgozás végeredmény az lehet ugyanaz, mint amikor a szabad kézi rajzot én vektorizálom. Egyetlen. Csak akkor ezt a fotóalapú ortofotóról készítem el, de ugyanaz a végeredmény. Tehát ez egy óriási lépés a szakmának mindenképpen. Ugyanakkor a kívülállók, a köznapi emberek miként tudnak közelebb kerülni ehhez a technológiához? Tehát hogy jut el az emberekhez az az eredmény, amit a régész a feltárás után közzétesz? Hát ugye az egyik módja a kiállítás, másik a publikálás, harmadik, meg most már egyre népszerűbb, hogy a weblapokon keresztül, például ha maradunk ennél a technológiánál, akkor a háromdimenziós megjelenítések ugye már nagyon látványosak, és részletgazdagok tudnak lenni. Mi is tervezünk egyébként majd a múzeumnál, hogy a honlapon egy új fület létrehozunk, ahol ilyen tárgyakat tudunk majd megjeleníteni. Kiállításokban pedig már rengeteg lehetőség van, hogy gyakorlatilag a anyagi keretek szabnak határt ennek az egésznek, tehát ott már a hologramos megoldásoktól a különböző monitoron át megjelenő megoldásokig gyakorlatilag a határa csillagos ég. Most tehát megérkeztünk tulajdonképpen Fejér megyéhez, Székesfehérvárhoz és a Tácshoz, hiszen Tácgorzium talán, én azt mondom, hogy Aquincum ide vagy odat, ennyire lehetek elfogult, a legfontosabb közelebb áll a szívünk az magyar mindenképp régészeti lelőhely a római korból. Nos, hol tartunk Tácon? És utána majd Székesfehérvárról kérdezlek röviden, de a Tác nagyon fontos, hiszen most megnyílt, hála Istennek, a pandémia, a koronavírus járvány elmúltával most már ismét látogatható, és sok minden lesz, de azért eddig is jártunk. Mi újság Tácon? Igen, tehát Tác, köszöni szépen, jól van, ezt elmondhatom. Gyakorlatilag most sikerült egy olyan vezetőt találni, aki kézben tartja az ügyet, és megfelelő szakmai tudással, gyakorlatilag nemzetközi szinten is elismert régésszel sikerült pótolnunk Nádolfi Gabriellát. Gyakorlatilag Tácon most mi belekezdtünk egy kisebb fajta renoválásba, felújításba, tehát ott vannak olyan régi omladozó falak, falszakaszok, amit bizony jó karbantartás keretében mindig vissza kell
falazni, tehát ez, itt most az eredeti római kori falakról beszélek, de az épületek terén is új raktárhelyiségeket kezdtünk kialakítani, kipakoljuk most például a hangár épületet, és azt is egy kicsit felújítjuk, hogy új tároló részeket tudjunk létrehozni. Nemrég ugye felépült a színháztér, már ott is ugye több tíz éves korhat fákból állt ugye az ülőke, a nézőtér, most ez újabb több tíz évig biztosítva lesz, hogy megfelelő körülmények között tudjunk ott részt venni, akkor a biztonsági rendszerre is nagy hangsúlyt helyeztünk, tehát itt kívül, akik mostanában jártak, arra biztos észre vették, hogy egy ilyen vathálós kerítésrendszert kiépítettük, most elé telepítünk nyilván bokrot, egy bokorsort, ciprust, ennek nyilván idő kell, mire kellő minőségbe befedi, de hát szépen lassan, szisztematikusan haladunk előre. Ugye most a legújabb projektünk, ugye, hogy, illetve az nem a mi projektünk, mi csak a területet adjuk, Csónak. Tehát a hajóépítés, tehát hogy egy eredeti római igen, hajó mintájára készül ott egy hajó. Úgyhogy zajlik az élet, menjünk előre, és idén, ha minden jól megy, és a vírus helyzet is úgy kívánja, akkor egy meglepetés kiállítással is szeretnénk majd készülni. Jó. No, egy kicsit térjünk vissza a kinevezésed körülményeire. Ugye megbízott igazgató voltál. Egyébként meglepett, hogy ezt téged választottak annak idején? Tehát az igazgatóváltáskor? Igazából nyilván, amikor beadtam a pályázatot, akkor tehát készültem arra, hogy mi van, ha mégis engem választanak, tehát ilyen szinten nyilván lehetett rá számítani, de persze, hát ugye nem egy ember indult, és jeles szaktekintélyek is indultak ellenem, tehát de hát ez lett a város vezetésnek a döntése, én pedig tehát az már egyértelmű volt akkor számunkra, akik kicsit figyelemmel kísérjük az eseményeket, hiszen időközben elkezdődött a rendház rekonstrukciója is, hogy ide egy teljes ember kell, és akkor nyilván azt te leszel. Ez a biztos, hogy megerősítés volt. Milyen olyan tervekkel álltál munkába, immáron kinevezett vezetőként, amelyek számunkra, tehát székesfehérváriakra, vagy tulajdonképpen mondhatom, hogy az ez iránt érdeklődő megyeiek, magyarok számára is újdonság erejével hatnak, és megerősítenek bennünket abban, hogy jó helyen van a Szent István Király Múzeum, illetve a múzeum kötelékeben tartozó kiállítóhelyek. Tehát ugye nekem a feladat egy része már adott volt, mivel futó projektek, programok voltak meghatározva. Gyakorlatilag, amikor elfogadtam a kinevezést és átvettem, hogy erre én már tudtam rákészülni a megbízott időszakban, tehát akkor úgymond a múzeumot vezetői szemmel is jobban megismertem. Egyébként ami még előnyöm volt a többi pályázóval szemben, az a 12 éve, ugye én itt dolgozom a múzeumnál, tehát már kívül belül azért ismerem. Gyakorlatilag tisztában vagyok vele, hogy milyen hiányosságok vannak, de ugyanakkor mik az erősségek is. Tehát kezdjük például a legalapabb részen, ott a nemzeti emlékhely. Ugye arról nem kell sokat mondani, tehát az minden fehérvárinak kiemelt szerepet tölt be a szívébe. Tehát gyakorlatilag az első intézkedésem között volt, hogy arra egy munkacsoportot létrehoztam, tehát, tehát ne egy ember lássa el minden problémás területét. Egy négy fős munkacsoport dolgozik most például a nemzeti emlékhelyen, tehát itt beleértve a programokat, a állag megóvási munkálatokat, minden évben pályázunk, most készült el például egy RS rendszer, hogy ne vizesedjenek a falak, tehát igyekszek egy picit, tehát egy kicsit projekt alapú szemléletbe gondolkodni, tehát több mindenben is gondolkodok így munkacsoport terén, illetve projektfelelősöket szeretnék majd kijelölni, és akár ez lehet hosszú távú projekt is. Tehát egy picit racionálisabb szemléletet, tehát nem a szokványos muzeológiai megközelítést használom, itt jön be egy kicsit a mérnök énem, tehát próbálok egy kicsit racionálisabban, csapatban gondolkodni, ugyanakkor felelősök kijelölésével, és hát ott nyilván a számonkérés is majd meg fog történni. Gyakorlatilag most például a következő projekt, amin személyesen dolgozok, a marketing vezetőnkkel,
az például a múzeumnak a honlapjának a megújítása, és akkor itt a már említett újabb elemeket is szeretném majd behozni. Még az sem kizárt, majd nyilván, ahogy idő engedi, hogy én fogom elkészíteni a múzeumnak a honlapját. Ez nemes egyszerűséggel, hogy egyrészt ne kelljen rá sokat költeni, másodrészt én is meg tudom csinálni, harmadrészt pedig legyen a saját kezünkben, hogy később, ha valamit módosítani kell rá, akkor se kelljen ugye kívülre külsős cégnek feltétlen fizetni. A rendház építéséről, illetve hogy halad a munka, azért nem kérdezek. Egyrészt erről beszéltünk, másrészt pedig ez egy teljes műsort kíván mindenképpen. Én bízom benne, hogy ez így is lesz, hiszen azért látjuk, hogy folyik a munka. Egyetlen egy kérdés a végén, tehát ez a tucatnyi év, de egyáltalán nem tucat év volt a megérkezésed óta, most már megerősödtél abban, hogy igenis kell interaktivitás a régészetben is? És a kollégáid is megerősítettek ebben? Gyakorlatilag számomra ez nem is volt kérdés soha. Tehát én mindig az interaktivitás mellett tettem le a voksomat. Nos, hát akkor ehhez kívánok én boldogságot, erőt, egészséget. Hát dolgod lesz bőven, illetve dolgotok. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem Pokrovenszky Krisztián volt, a Szent István Király Múzeum igazgatója. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! Viszontlátásra.